Csánépek! Polákmentes szemeket kívánok, hoztam egy csatát a T-34-85M-mel, aki nem ismerné, ez egy 6-os ruszki prémium med, igazából szinte copy-paste a sima T-34-85-re, kivéve az, hogy ennek a vége egy kicsit más, de a tornya, az ágyú karakterisztikája, a páncélzata, azt hiszem a páncélzata kicsivel jobb, mint a frontlemeze, egy kicsivel jobb, mint a sima fejleszthetős verziónak, de amúgy az összes karakterisztikája hótra ugyanaz, és annak idején ezt is egy valami kampány során meg lehetett szerezni ezt a kis hatos szart. Hát erre sajnálatos módon csak az első gunmarkom van meg, a sima fejlesztetősre arra megvan a kettő. Na visszadom magamnak az irányítást, a pálya Erlenberg full hatosok, hát nem full hatos, hanem úgymond toptiesek vagyunk, lőhetjük az ötösöket és egyetlen egy köcsög van a csatába. Én eljöttem jobb oldalra, általában bal oldalt, hoppá, visszadom az irányítást, bal oldalt szoktam preferálni. Szerencsére a 241-es prémium verdát ki is gyújtottam. Igazából a KV85-nek egy lebutított verziója a 244-es. Azt hiszem ezzel a T-34-85-es ágyújával futkározik az a tank. Nekem is megvan. Olcsó meg lehetett szerezni, kuriózomként és gyűjtédarabként tök jól elfér benne a garázsba. Na hát a T-34-85-ös kollégát, a másikat már kiszpotolták. Neki lesznek ebből gondjai. Majd mindjárt kitételezem az ágyút. 4.27-nél töltünk újra, az biztos. API a standard lőszerünk, ha meg tudnám mutatni. 144-es pen, 180-as alfa a goldunk. APCR, 194-es pen, ugyanúgy 180-as alfa. És úgymond ez a 85-ös ágyú úgy viszonylag jó pontossággal rendelkezik. Egész jókat lehet vele osztani, szerencsére gyorsan is töltünk. Na, a kollega lelopta a Type 6-fegyest, én meg próbálom szemmel tartani a 240-es objektumot, ami valljuk be ritkaszor egy tank, én is már próbáltam. Nem egyszer, nem kétszer, nem véletlenül, hol nem nagyon hozok vele csatát, mert egy a KV-85-ös fényévekkel többet ér, mint a 244-es objektum, aki netán nem tudna egy hasonlítási alapként. A KV-85-ös nagyon szerettem a 100-as ágyújával, hát a 244-es ezzel a 180-as alfával, amivel éppenséggel rendelkezik, az 85-ös ágyújával, fú, kegyetlenül nem tudsz vele harcolni a heavy-k ellen, hát T-85 meg aztán tényleg felejtős. Na mindegy, ameddig ment a csata, addig kitételeztem egy kicsikét. Na, Stuk 3G, dicsértem az előtt, hogy milyen fasza, el sem találtam a srácot, tehát hova lőttem el? Most is csak egy trekket tudok adni neki. Tehát döbbenet. Végre harmadjára sikerült, de lábbá beúsztunk egy kis asszisztot. És nem tudom, hol van. Ja, itt van, jó, oké, IKV is felsejt a domtetőn. Ő kirásolt, nem igazán értettem a helyzet szifilisztikáját, hogy váljunk, válj, porké. Semmi gond. Egy gonddal kevesebb. Páncer 4H. Gyere csak, barátom, ugye próbálok visszatolatni, hogy ne legyek úgymond kiszpotolva, de hát kurvára lepattanok, bazd meg, a Panzer 4H-nak a semmit nem érő, nem létező páncéljáról. 6-3 szerencsére, nincsen killem, 1008 damage-ra viszont feldagadtam, és hamarosan ki fogok majd törni a várból. A Panzer 4H, igen, itt lesz egy kis meglepetés a T-64 személyében, ugyanis nem tudtam, hogy ennyire ezek kirásoltak, még a medeket úgy értem. Igen, 4 hát rolcsővel nyomja. Igen, beszoptam egy lövést, rendben van, semmi baj. Nem nagyon akartam lelassítani, megállni, célozni, ameddig a Panzer 4, ha nem találja el létfontosságú szervemet, addig nem nagyon érdekel, hogy trollcsővel mászkál, de ha másnap betöltette volna a Gold Repest, és akkor üzembiztosan átlő és belémvel egy laza 350-et, hanem többet. Na mindegy. 2 kill, 2086 damage. Meg is oldottuk a 4H-s kérdést. Jön velem a Su-85, persze nyilván az autista megpróbál engem előni, és anonimizálja magát a kis vérvörös szar. Na hát, az a klikker is megvan. Azt is valonnan megszereztem, nem tudom, hogy hogyan kiládáztam, bármi, akármi. De nem fog rávendelőleg, hogy menjek vele, tehát majd ha egyszer ráveszem magam a HTC-s küldetésekre, akkor továbbfejlesztem az S51-et vagy bármit, de semmi színűleg nem akarok klikkerkedni. Ugyanis a Stug 4-nél én megálltam. Igen, várjál. Bocs. Elrontotta. Helyes. Kis buzi.
Na, az ARL-t el fogják kapni, én elkaptam ugye a klikkert, már 3 kire feldogattam, és fogalmam nem volt arra, hogy a VK36 itt lesz. Döbbenet. Nem baj, ingyen, nem ázs. Némi assziszt. Szedegetjük, gyönyörű. Ne kérdezzétek, én nem így csináltam volna a VK36-tal. Se baj, ez nekem jó volt. 3 kill, 2928 damage, 826 assist. Szerintem nem volt egy rossz kör. Csináltam a top 10-es medhez lévő dolgokat, amit tudtam. Megfelelt szerintem minden elvárásnak. Csá népek!